Argita megye tanácsa részéről. 2009-ben volt az első alkalom, amikor itt volt, tartottunk tanácsülést, és arról beszéltünk, hogy ez az útszakasz, amely Etét, Küsmőt, Siklót és tovább menve Sóvárad irányában, akár Maros megyével jelenthetne egy újabb összeköttetést. Azt mondtuk, és azt mondjuk, hogy összekötjük Székelyföldet, megépítjük az útjainkat, és nem vicceltünk. Egy ilyen helyen, ahol sosem volt aszfaltút, utat építeni nagyon körülményes, rengeteg engedély, rengeteg láttamozás, és leginkább nehezen lehet kapni tervező mérnököt. Az RMDSZ-es megyei tanácsi frakció javaslatára megszavaztunk rá összeget, kivitelezés alatt van, itt elkészült már a pótkét, hisz minden útnak az építése a hidakkal szokott kezdődni, hogy majd arra lehessen rátenni az útnak a szerkezetét. Három részre osztottuk ennek az útnak az építését. Az első szakasz, aminek ebben az évben a tél beálltáig, és azért a megyének ebben a felében a tél elég későn szokott jönni, úgyhogy lehet dolgozni, az kezdődik Etéden a központban, és jön egészen ide Küsmődig. Az első szakasz ez. Amikor az elvégzésre kerül, és jó minőségű aszfaltút van, akkor fogunk neki a következő szakasznak, az Küsmő és Sikló. Amikor az is elvégzésre került, és jól járható, aszfaltos, biztonságos út, akkor fogunk neki a harmadik szakasznak, és ez a nagyobb költség, Siklóttól Sóvárad irányában Maros megye határáig. Én annak örvendek, hogy Péter Ferenc a Maros megyei tanácsnak az elnöke, és ő ambiciózusan vállalta, hogy igyekszik velünk szembe jönni. Tehát igazából a Galgya Küsmődnek a térségét összekötjük Sóvidékkel, ezáltal a Szovátára, Parajdra látogató turisták számára eljönni Kőrispatakra, eljönni Etédre, a megyénknek ebben a felébe, Keresztúr térségben egy óriási lehetőség az itteni vállalkozók, a termelők számára. És hisszük azt, hogy az utat megépítjük. Ki van adva a parancs már tavasz óta, 20 hónap a megépítésnek az ideje. Nettó hónapról beszélgetünk, tehát amikor eső van, amikor tél van, akkor persze olyankor, hogy szokták a sakban is csinálni, a szünetgomb meg van nyomva, de én nagyon bizakodó vagyok, hogy ahogy ez a híd elkezdett készülni, illetve amely támfal megépült, fel fog gyorsulni ez a munkálat, és a megyei tanács részéről mi ezt a parancsot már kiadtuk. Helyettünk más ezt a munkát elvégezni nem tudja. Tehát arra kérem önöket, akik etédiek, küsmődiek, siklódiak, azoknak ne higgyenek, akik azt mondják, hogy hát, hogyha megválasztásra kerülnek, akkor megépítik az utat. Hát nincs, hogy megépítsék, mert erre az útra kivitelezési szerződés van. Kivitelezési szerződésre kivitelezési szerződést kötni nem lehet. Ez az út már kivitelezés alatt van, és kérem az együttműködést, a megértést, és hiszem azt, hogy ennek az útnak a megépítése, ennek a térségnek a fejlődését jelenti, ebben a térségben a fiataloknak a hazatérésére ad lehetőséget, vállalkozások megerősítésére ad lehetőséget, és igazából ennek a varázslatos tájnak a megcsodálására sok-sok vendéget fog hozni ide. Úgyhogy bízzanak ebben a munkálatban, és bízzanak abban, hogy amit egyszer megbeszéltünk, amire kezet fogtunk, eddig ebben a községben mindent megcsináltunk. És én azt mondtam, hogy Etét község lesz Székelyföld közlekedési csomópontja, és higgyék el, hogy ez így lesz. Higgyünk ebben, és folytassuk együtt a munkát, hittel, munkával és bizalommal.